Sziasztok! Zsolt vagyok. A mai videóban ezt a Coyote márkájú nyári szélvédő mosó folyadékot fogjuk kipróbálni, aminek alma illata van, és bogároldó is van benne. Ezt az automosowebshop.hu-tól kaptam kipróbálásra, 3 literes kiszerelésben van. Öntsük is bele a tartályba, mert pont jól kiürült. Na nézzük meg, hogy hogy is dolgozott az ablakmosó, ez az ablakmosó folyadék. Éppen autópályán voltam a héten, és hát jól tele lett bogárral a kocsim, majd mindjárt meg is mutatom így a lökhárító meg a tükrön, hogy mennyire lett bogaras. A szélvédő is tele volt jól felkenődött bogarakkal, és hogy mennyit hozott le ezekből az ablakmosó. Úgyhogy menjünk is közelebb. Na hát ő volt a Coyote-nak ez a nyári szélvédőmosó folyadéka. Ez kivételesen ugye az almás illatú volt. Nem hozott le minden autópályás bogarat a szélvédőről, de rengeteget, tehát sokkal több volt rajta. Meg hát ami fennmaradt, azok is sokkal nagyobbak voltak. Az illata, ahogy mondtam, az jó. Nem annyira erős az illata, mint némelyik ilyen ablakmosónak, legalábbis én nem éreztem úgy, hogy az utastérbe is lehetett volna érezni, amikor ráfújtam a szélvédőre. Másnál ilyen, hát nem is tudom hirtelen melyik márka volt, de teljesen mindegy is, ilyen erős cseresznye illatú mosó az, amit szoktam így általában használni, és azt, amikor ráfújom a szélvédőre, akkor az utastérben is lehet érezni egy pár másodpercig. Én ezt annyira nem éreztem, de nem is ez a lényege, nem is ez a funkciója. Amire kell, azt csinálta. Mondom, ne várjátok, hogy 100%-át lehozza a bogaraknak. Ami viszont tetszett benne, hogy nem maszatolja az üveget, tehát ilyen szép, tiszta használat után, tehát nincsenek ezek a ilyen lefolyás csíkok. Persze vannak, hogyha hót retek a szélvédő, ugye mindenféle por, meg mi egymás van, akkor ahova már nem ér el, az persze nem tudja ezt se lemosni. De ahol viszont elér, az pedig szépen lemosta. Úgyhogy ezzel ez a videó ennyi is volt. Ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és legyen szép a napotok. Sziasztok!